Gazdaság, turizmus és sportfejlesztések mintegy 34 milliárd forint értékben, ezt tartalmazza a kormány és Szekszárd városa között köttetett szerződés, aminek a részleteiről Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezem. Köszöntöm miniszterelnök úr a stúdióban, és még mielőtt a részletekbe belemennénk, hogy látja, ezek azok a fejlesztések, amik előre vihetik Szekszárdnak az ügyét? Én is jó napot, illetve jó estét kívánok a kedves nézőknek. Ugye most olyan fejlesztési elképzelésekről beszélünk, amelyeket nem a kormány talált ki. Tehát korábban Magyarországon, különösen vidéken, sok panasz volt amiatt. Az egész gyerekkoromat ebben a panasz tengerben töltöttem el, hogy a fejeseket az nem érdekli, hogy mi van itt. Ha történik valami, akkor is azt ők kitalálják Pesten, itt meg meg kell valósítani. Mondjuk én az EOCén program által érintett ilyen csapásoktól sújtott területen lévő faluból származom, de mindez ez egy életélménye szerintem a vidékieknek, hogy bennünket nem hallgatnak meg, nem vesznek figyelembe, és még ha jut is pénz, akkor se arra, amire igazán kéne, hanem arra, amit valahol máshol valakik mások eldöntöttek. Ezen szeretünk volna változtatni. És most az a helyzet, hogy a képviselőtestület és a polgármester úr által elénk tett listáról folytattunk tárgyalásokat, ami tehát megvalósul, az azért valósul meg, mert a szekszárdiak ezt akarták. Na most, hogy az a kérdés, hogy mi a véleményem arról, amit a szekszárdiak akartak, akkor arra azt tudom mondani, hogy persze az ő dolguk. Ki mit főzött, majd megeszi. De másfelől, ha engem kérdeztek volna, én is errefelé keresgélnék. Tehát ugye kell ipari park, mert hogyha nincsenek vállalkozások, akkor nincs munkahely, és akkor nincsenek adóbevételek, és akkor megáll a város fejlődése. Kell életminőség, ehhez kell sport, kell kultúra, kell szabadidő, rekreáció, számos dolog, amit azt gondolom, hogy a 21. században mi magyarok már megérdemlünk, megdolgoztunk érte az elmúlt évtizedekben. Hát önök egy gyönyörű helyén élnek az országnak, ami művelésbe vont, civilizált terület, és ez alapvetően a szőlészetnek és a borászatnak köszönhető, tehát minden, ami ennek a fejlesztését szolgálja, az értelmes. Akkor itt van az önök hóna alatt a Gemenci erdő, ami egy varázslatos hely, az ország egyik legszebb helye, azt is érdemes összekötni valahogyan Szekszárd városával. Akkor itt folyik el a Duna, lábuknál szinte, az mégsem normális, hogy nincs egy olyan kikötő, ahol mondjuk a Nyugat-Európából, vagy akár csak Budapestről érkező nagyobb hajók nyugodtan kiköthetnek, és onnan be lehet jönni a városukba, meg a szőlőhegyekre is, meg lehet nézni mindazt, amit itt a szorgalmas szekszárdiak az elmúlt 2-300 évben létrehoztak. Tehát én is efelé keresgéltem volna a város számára szerencsés beruházásokat. Nem volt ezért nehéz megállapodni a polgármester úrral. Hogyha belemegyünk a részletekbe, kezdjük a legfontosabbal, talán a gazdaság fejlesztéssel, az ipari parkot már ön is említette, 100 hektáros ipari parkot hoznak létre. A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy nem egyértelmű a megítélése annak, hogy kell-e ekkora. Igen, de ki tudja, mikor lesz megint a magyar gazdaság abban az állapotban, hogy azt kell mondani Szekszárd városának, ha akarjátok, akkor meg tudjuk csinálni ezt a 100 hektáros ipari parkot. Tehát én értem a polgármester úr gondolkodásmódját, ahol malacot osztogatnak, ott nagy zsákkal kell forgolódni. Ez egy régi népi igazság, ez itt is így van. Miért építsünk 20-30 hektárost, hogyha egyébként tudunk építeni 100 hektárosat is, és hogyha a magyar gazdaság fejlődésének a trendvonalait nézem, vagy akár csak a térség fejlődésének a trendvonalait nézem, akkor csak idő kérdése, hogy egy 20-30 hektáros ipari park mikor telik be. Tehát szerintem nagyobb a vonzereje az önök városának, hogyha egy nagyobb ipari park áll rendelkezésre, és utána a kormány a 2,5 milliárdért ezt meg is csinálja, szerintem logikus döntés volt ez. Én nem érzem kidobott pénznek. A legnagyobb beruházás, illetve amihez a kormány a legtöbb pénzzel járul hozzá, ez egy távhőrendszer, egy csővezeték kiépítése Paks és Szekszárd között, csak ez 10 milliárd forint. Ennél el lehet mondani, hogy Szekszárd elvégezte a házi feladatot, saját kezébe vette a távhőszolgáltatást? Hát volt egy előföltétele annak, hogy egyáltalán tárgyalni tudjunk erről a kérdésről. Mert közös lónak túrós a háta, én nem szívesen közösködöm, alapvető létfenntartáshoz szükséges szolgáltatások kérdésében semmilyen magánbefektetővel. Tehát éppen azon dolgozik a kormány, hogy legyen szó gázról, vízről, vagy legyen szó elektromos áramról. Mi szeretnénk, hogyha ezeket a szolgáltatásokat non-profit
vállalatok végeznék, akik nem akarnak rajtunk a mi létfenntartáshoz szükséges igényeinken nyerészkedni, hanem csak annyi pénzt vegyenek be, ez is akarjuk köztulajdonba venni, amennyi a fenntartáshoz meg a fejlesztéshez szükséges. Nem itt kell megkeresni a pénzt, ahol az embereknek élet-halál kérdés, hogy egy szolgáltatás rendelkezésre áll, és ha igen, mennyiért. Most ezért, ha a város nem vette volna vissza a távhőszolgáltatást, akkor ez a megállapodás nem jött volna létre. Tehát én gratulálok a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek a bátorságához, az a mi szakmánkban egyébként is elismerésre méltó erény, másról a hatékonysághoz, hogy sikeresen vitték véghez, meg az előrelátáshoz is, mert tudták, hogy csak akkor tudnak tárgyalni a kormánnyal ilyen beruházásokról, ha előtte a házi feladatot elvégezték. Úgyhogy csak az elismerés hangján tudok beszélni, és 10 milliárd forinttal gazdagodik tulajdonképpen a város, hiszen meg kell építenünk egy ilyen nagy vezetékrendszert. Ráadásul még az útközbeső települések is rá tudnak csatlakozni, vállalkozások is. Meg is fog ez térülni egy 15 éves időtávlatban, de ami a legfontosabb, hogy azok az emberek, akik ma olyan lakásokban laknak az önök városában, amelyek távhővel látnak el, azok biztosan olcsóbban jutnak majd a távhőhöz, ha ez a beruházás megvalósult. Önöttől akkor gondolom, van ennek még egy előfeltétele, meg kell majd építeni az atomerőművet, a Paks 2-t. Először én is ezt gondoltam. De kiderült, hogy ez nem így van, mert a mostani Paks 1-es rendszerrel is meg tudjuk ezt oldani, tehát nem kell megvárni a Paks 2 megépülését ahhoz, hogy ezt a tervet végre tudjuk hajtani. Van néhány technikai részletkérdés, amit még tisztáznunk kell, ezzel most nem mutatnám a kedves televíziónézőket, de van néhány műszaki, mérnöki kérdés, amit meg kell oldani, és utána a beruházás indulhat. Hogyha még maradunk egy kicsit a gazdaság vizén, a szakképzőközpont is talán besorolhatjuk ebbe a szektorba. Itt tulajdonképpen mire kell gondolni, a hiány szakmákat említették. Ez is a képviselőtestületnek a javaslata volt. Én ezt megértem, hogy egy város túl azon, hogy egy erős mezőgazdasági szőlő és borkultúra háttérre rendelkezik, azért nem mondhat le az iparról. És az iparhoz a modern világban már nem fizikai erő, hanem elsősorban szakképzett munkaerő, tudás kell. És vannak hiány szakmák valóban még Paks vonzás körzetében is, amelyek ennek a képzését azt meg kellene teremteni. Szekszárd erre jelentkezett, itt egy 4-500 diákról beszélünk, annak az ösztöndíj rendszeréről, valóban hiány szakmákhoz kellene behívnunk a fiatalokat, jó képzést adni nekik, és így tovább. Meg azt is megértem az önök érveléséből, hogy ugye mindenki szeretné 10 körömmel megtartani a saját fiataljait. És a modern világban ez nem könnyű. Mert a fiatal elve fiatal, ugye? Kíváncsi a világnak azon részére is, amit nem ismert meg gyerekkorában, tehát menne, viszi a vére. Másfelől azért úgy gondolja, hogy lehet, hogy ott nagyobb lehetőségek várnak rá, mint itt, ahol született, és ezért könnyedén hagyja el a városát, illetve nehezen tér vissza. És azt gondolja a város vezetése, hogyha itt komoly szakmát kapnak, egy komoly szakképzés van, egy színvonalas szakképzés van, a színvonalas szakképzés színvonalas munkahelyet eredményez majd a vállalkozások részéről, akkor nagyobb esély van arra, hogy megtartsák, vagy legalábbis vissza tudják majd fogadni az innen elment fiatalokat. Úgyhogy én értem, hogy itt a szíve is mozgott a képviselőtestületnek, nem csak a ceruzája. Az elvándorlásról viszont ön is beszélt, és a szavaiból azt vettem ki, hogy mintha a politika nehezen tudna mit kezdeni ezzel, tehát pont az életminőség javítása az egyetlen talán, amit megtehet a politika azért, hogy visszajöjjenek a fiatalok? A politika, amit tenni tud, az az, hogy beszél az emberekkel. Tehát amikor én beszélek egy fiatal, akkor remélem, hogy a beszélgetés után szívesebben marad, mint a beszélgetés előtt. Vagy ha el is megy, akkor úgy gondolja, hogy van értelme visszajönni. Nekünk, mondjuk a politikai vezetőknek az a felelősség, hogy egy olyan ország legyen itt, például legyenek migránsok, közbiztonság legyen, ne legyen terrorizmus, fejlődjön az ország, legyen egy életminősége, a szépségei az országnak, természeti és kulturális szépségei ne vesszenek el, sőt, ha lehet, minél inkább mutatkozzanak meg. Tehát egy olyan létközeget kell létrehoznunk, ahol egy fiatal jól érzi magát, illetve ha el is ment, ami nagyon ritkán akadályozható, meg ezt én belátom, én is elmentem egyébként külföldre néhány hónapra, amikor tehettem, de úgy gondoljanak a hazájukra, hogy egy jó hely, ahova egyszer majd, ha úgy adódik, ők is érettebbek lesznek, meg úgy gondolják, hogy már eleget láttak a világból, akkor van hova visszajönni. Egy olyan hazát kell a politikai vezetőknek létrehozni, illetve fönntartani, amely hazavárja a világ bármely pontján élő összes magyart, és nem egyszerűen csak hazavárja, mert hogy ez az egyetlen hely, ami igazán a miénk, mindenhol máshol csak vendégek vagyunk, ezt a
külföldön dolgozók mind igazolhatják. Tehát nem csak arról van szó, hogy egyetlen darabkája van a Földnek, ami a miénk, hanem hogy ez egy kiemelkedően izgalmas, érdekes, civilizált kultúrát és jó életminőségűt nyújtó darabja a földgolyónak. Nem vagyunk ettől olyan messze. Nekem vannak mindenfajta ideáim arra nézve, hogy hogyan kell Magyarországból egy Európában kiemelkedő életminőségű országot létrehozni, de higgyék, hogy nem vagyunk ettől olyan messze, mint azt nagyon sokan gondolják. Miniszterelnök úr megemlítette most a migránsokat, viszont az is szóba került, hogy 4,5% Szekszárdon a munkanélküliség, ami tulajdonképpen pár év múlva azt is jelentheti, hogy nem lesz, aki dolgozzon. Logikusnak tűnne, illetve nem tűnne logikusnak, hogy akkor pár embert mégis beengedni, hogy legyen, aki dolgozik? Először is azt tűnne logikusnak, hogy legyen több gyerekünk. Tehát mondjuk az első válaszom erre a kérdésre az, hogy az a közösség, az a nemzet, amelyik kívülről beáramlóktól reméli a biológiai fönnmaradását, az nem fog fönnmaradni. Részben, mert egyre kevésbé érzi annak a felelősségét, hogy fönntartsa saját magát. Részben, akik ide jönnek, azok majd magukévá teszik az országot. Aztán az vagy tetszik nekünk, vagy nem, vagy hasonlít arra, mint amikor a miénk volt, vagy nem, de szép lassan ki fog csúszni a kezünkből. Tehát ezt meg kell védeni, ez a miénk, ezt meg kell tartani, ehhez meg gyerekek kellenek, és valóban úgy áll a helyzet, hogy ma számosokból kevesebb gyermek születik, mint ahányan meghalnak, tehát gyakrabban járunk temetésre, mint keresztelőre. Most a dolog az úgy fest, hogy minden évben valamit lépünk előre. Ugye a halál ügyében nem vagyunk illetékesek. De a születés ügyében igen. Tehát úgy látom, hogy most is a legutóbbi szám is az volt, hogy 0,2%-a, de valamivel több gyerek született 2015-ben, mint 2014-ben. Nem egy fényes eredmény, de a lényeg a tendencia, hogy ebbe az irányba megyünk. És a kutatások azt mutatják, tehát az ilyen társadalmi mélyfúrások, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki szívesen vállalna egyel több gyereket annál, mint ami végül is megszületik. És első helyen akadályként az életminőséget, a munkalehetőséget, a megfelelő lakás hiányát, tehát általában anyagi természetű ügyeket jelölnek meg. Én próbálom ezeket az anyagi akadályokat a kormány döntésével elhárítani. Tehát azért lassan a munkanélküliek országából átfordulunk a munkaerő hiányos ország helyzetébe. Tele vagyunk olyan városokkal, ahol már nincs lényegében munkaerő. Szerintem itt Szekszárdon is úgy van az, hogy vannak ugyan munkanélküliek, de nagyon sok munkaterületen meg nem találnak jó munkaerőt. Akkor próbálom az otthonteremtéssel megadni a lehetőséget a fiataloknak arra, hogy ne egyszerűen csak lakáshoz jussanak, hanem olyan méretű lakásokhoz juthassanak, akár használt lakások bővítése, akár új lakások építése révén, ahol 2-3 gyereket bátran lehet vállalni, és föl is lehet tisztességesen nevelni. Akkor beszéltem már a munkahelyteremtésről. Próbálunk olyan minőségű képzést adni Magyarországon, hogy egy magyar fiatal, aki Magyarországon járt iskolába, úgy érezze, hogy ő semmivel nem tud kevesebbet a szakmájáról, mint hogyha egyébként ezt a szakmát Németországban vagy Angliában tanulta volna. Ettől se vagyunk olyan messze, mint ahogy azt gondolni szokás. Tehát sok mindennel próbálkozunk, de az igazság az, amit ön mond, hogy végül is az, hogy mennyi gyerek van, mennyien születünk, fogyunk vagy gyarapodunk, azt a politika nem tudja eldönteni. Segíthet ugyan, de a döntés mindig is az emberek kezében marad. Az emberek meg olyanok, amilyeneknek neveltük őket. Tehát a mi gyerekeink azok olyanok, amilyennél neveltük őket. Mi, szülők, meg az iskola együtt. És olyan döntéseket fognak hozni, amilyen emberek, ahogyan gondolkodnak a világról. Itt a politika illetékessége meglehetősen korlátozott. És hogyha most mi is visszatérünk egy kicsit Szekszárdra, akkor még ugye itt maradt a turizmus és a sport, ami mind-mind szintén az életminőség fejlesztését szolgálhatja. Itt is rengeteg milliárd forint megy el, lesz nekünk 4 csillagos szállodánk, Gemencben nagyon sok minden, ami a turizmust szolgálja. Hogy látja, ezekre is szükség van? Már megbocsásson, de az majdnem mindegy, hogy én hogyan látom. Az a kérdés, hogy hogyan látják a szekszárdiak. Testület, meg a polgármester úr, ők erre a kérdésre igennel válaszoltak, ami azért nem egy olyan nehéz kérdés végül is, hiszen itt van Szekszárd a maga kultúrájával, mégiscsak Babics városáról beszélünk, meg itt van a szőlő kultúrával, meg a bor kultúrával. Itt folyik el az önök lábánál a Duna, és a hónuk alatt itt van Gemenc. Most ennek a három dolognak az összekapcsolása egy turisztikai szakember számára kétszer-kettőt, vagy egyszer-egy. Tehát ez egy magától adódó dolog, hogy ha van mit mutatni, ha van hol vendégül látni az embereket, ha vannak szolgáltatások, amelyeket tudunk nekik adni, akkor azokat érdemes összekapcsolni. Tehát például jó, hogyha Dunán van egy kikötő, ma nincs.
nehéz is fölfogni, hogy miért nincs. Technikailag bár, vagy technológiailag már megoldható, hogy olyan kikötőt építsünk a Dunán, ami egyébként a környezetet egyáltalán nem károsítja. Akkor a kisvasút az eljut ugyan Gemencig, de Gemencből nem jön be nyomvonal Szekszárdra. Kérdem én, miért nem, illetve kérdi a polgármester, miért nem? És erre csak azt a választ lehet adni, hogy már pedig be kellene jönnie. És sorolhatnám tovább, miért nem mennek nagyobb számban ki a környékről a Gemenci erdőbe a fiatalok? Hát azért, mert nincsenek megépítve ott azok a élményparkok, kalandparkok, turisztikai szolgáltatások, természetlátogató lehetőségek, amelyek egyébként oda vonzanák a fiatalokat. Bár aki járt mostanában kisvasúttal Pörbe és Gemenc között, azok azt mondják, hogy a hétvégén az dugig van. Tehát a fiatalok, a családok, az emberek azok mennének. Segíteni kell, hogy a elérhető szolgáltatások azoknak a színvonala magasabb legyen. Úgyhogy én értem a polgármester úrnak az érvelését, és el is fogadtuk ezt. A sportnál meg nem kell térvelni egyáltalán, mert én azt gondolom, hogy a sport az a legjobbat hozza ki az emberből. Sőt, vannak dolgok, amit a sporton kívül más nem is tud kihozni belőlünk, ezért szerintem a sport az egy stratégiai ágazat, és egy egészséges lelkületű, sikeres nemzet erőteljes sportháttér nélkül nem is jöhet létre. Tehát ha sikeresek akarunk lenni, ha versenyképesek akarunk lenni, ha jó életminőséget akarunk, ha lelkileg is egészséges emberek akarunk lenni, akkor sportolni kell. Ehhez meg értelemszerűen úszoda, sportcsarnok, pályák, atlétikai központ, szóval sok minden kell. Igen, csak hogy a nézők is tudják, azért akartam elmondani, hogy ugye a sportnál úszoda 2 milliárd forintért, egy új sportcsarnok 5 milliárd forint, egy rekreációs központ másfél milliárd forint, tehát tulajdonképpen azt mondják, hogy... És egy négycsillagos szálloda 4,8 milliárd forint. Az úszodánál pedig én a polgármester... Én ezt a turizmusban kategorizáltam, de tulajdonképpen mindegy. A polgármester úrnak én azt mondtam, hogy azt a kérdést vitassa meg a város lakóival, hogy egy 25 méteres vagy 50 méteres úszodát szeretnének-e. Mert egyszer tudunk úszodát építeni, tehát 3 évben nem tudunk visszajönni, hogy megnagyobbítsuk a 25-50-re. Ezt most hozzák meg ezt a döntést. A fönntartási költség szempontjából nem mindegy, hogy mekkora méretű egy ilyen úszoda. Számolják ki, osszanak, szorozzanak, és talán mondják meg, ha 50 méteres úszodát szeretnének a szekszárdiak, akkor olyat fogunk építeni. Lesz a kormánynak egyébként elvárása? Tehát pár év múlva teszem azt, visszanéznek erre a szerződésre, hogy megvalósult adott esetben, hozza azokat a számokat, amit mondjuk elvártak tőle korábban? Az úgy van, hogy most is a kormányüléseken rendszeresen előkerülnek azok a szerződések, amelyeket korábban kötöttem más nagyvárosokkal. Tehát mi fél évente egyszer legalább ránézünk minden szerződésre, hogy hogyan halad. Most olyan sok kétség azért nincsen. Tehát Szekszárd jövőjét nem olyan nehéz elképzelni. Mondtam, hogy neked egy fantasztikus hely. De én is egy szép helyen nőttem föl, nem mondom, ott a Pannon-dombságban. Na de Szekszárd azért más, tehát azért ez egy kapu a civilizációra. Szóval itt az a terem, ahol a sajtótájékoztatót tartottuk oda, az van kiírva, hogy itt Liszt Ferenc adott koncertet. Nem tegnap, hanem akkor. Tehát hogy azért Babicsot mindannyian tanultuk az iskolába. Tehát itt nagy dolgok vannak, és valaki járt Toszkanába a szőlődombok között, akkor nyugodtan elmondhatja, hogy Szekszárd semmivel nem marad el. Persze nem lehet két területet összehasonlítani, mind más, de a maga szépségével Szekszárd bárkivel versenyképes. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Szekszárd fejlődni fog, az, hogy Szekszárdtól nem messze Pakson egy 12 milliárd eurós beruházás jön létre, amely a beruházás idején 10 000 embernek ad munkát, 10 000 munkaerről beszélünk. A nemzeti összterméket önmagában az egy beruházás több mint 1%-kal fogja megdobni itt az önök szomszédságban. Az nyilván egy húzó hatást fejt ki majd erre a városra. Tehát, hogy ez a szerződés összességében a tőle várt gazdasági hatásokat megadja-e vagy sem, abban én egész biztos vagyok, de ez nem ment föl a visszaellenőrzés kötelezettsége alól. Legvégül egyetlen kérdés még, amikor végigérnek a megyei jogú városokon, jöhetnek utána a megyék, illetve más városok is? A napokban találkoztam a megyei közgyűlések vezetőivel, és ugyanezeket a fejlesztési kérdéseket rágtuk végig velük, tehát mert nem csak a városoknak adunk lehetőséget, hogy elmondják, hogy mit szeretnének, hanem a megyéktől is azt várjuk, hogy készítsék el a saját fejlesztési terveiket, haladgatnak ezzel. Én sürgettem őket, azt gondolom, hogy kevesebb idő áll rendelkezésre, mint talán azt sok megyei vezető gondolná, és kifejezetten sürgettem, hogy a fejlesztési terveik készüljenek el, hogy aztán
hogy végiglátogatjuk őket, vagy egyben lesz majd valószínűleg, nem tudom megmondani, de a végén a megyék is megkapják a lehetőséget arra, hogy rendelkezzenek azok fölött a fejlesztési források fölött, amelyeket az adott megyére szán a kormányzat, illetve amiért az ott dolgozók, az ott élők már megdolgoztak. És aztán nem szeretnék elfeledkezni a közepes városokról sem. Ugye Szekszárd is csak azért került bele ebbe a körbe, mert megyeközpont. Egyébként 30 ezeres, 33-34 ezeres városok vannak még Magyarországon, amelyek egyébként nem megyei jogú városok, akik joggal várják el, hogyha Szekszárdra a miniszterelnök elment és megállapodott, akkor menjen el hozzájuk is, és ott is kötessenek megállapodások. Tehát most a nagyvárosok jönnek, meg a megyeközpontok, aztán a megyék, és utána a középvárosok is sorra kerülnek. Miniszterelnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. A nézőknek pedig a megtisztelő figyelmet köszönjük, viszontlátásra!